Szabolcs, meg tudnád nekünk mutatni, hogy milyen hangszereket használsz az Ektár koncertjén? Mert itt egy csomó különleges dolog van, amit szerintem mindenkit érdekelne. Ilyen, ez a fő hangszerem, ez a radóka. Ez egy bolgár bonus hangszer, itt a bonom. Itt hasonlít a bőgő vonóval az a tartásához, egy ilyen nagyon ősi bolgár hangszer. Az a lényege, hogy három dallam ugye van, és akkor alatta pedig vannak ezek a rezgő húrok, az 11 van, valamelyikkel csak 10 van. Ez egy olyan majdnem 40 éve van velem. Ez egyik legősibb vonós hangszerek egyik Európában. A görögök, törökök, biztos mindig a perzsák is használják, a krétaiak is, és az indiai és keleti hangszereknek a rendszere szerint van hangolva. Meg tudod mutatni a hangját nekünk? Hátsó húrok azok ezeknek. És mi a különbség a két gadóka között? Annyi csak, hogy ez a gadó mindig két gadókán volt, azért, hogy mivel ezek a rezgő húrokat, ezt nagyon pontosan be kell állítani, akkor szép. Úgyhogy ne kell olyan sokat hangolni, kétfajta hangolást minimum használok, hogy tudjam cserélgetni a hangszert. De egyébként ennek a hangszer, ez az érdekes, ezt már egy magyar hangszerkészítő készítette, gyönyörű szép habos gyáborhámból, azt látsz itt is egyébként gyönyörűen a ráta. Azért, mert volt egy baleset, amikor a pót hangszeren sajnos már gyakorlatilag a Danival ültünk együtt valami autóba, és tehát ez egy fából van faragva, itt tört el. És akkor ez a hangszerkészítő csinált nekem egy újat. Annyi a különbség, hogy a reggel kicsit talán tehát ilyen nyíltabb hangja van. Tehát nagyobb a hangja, mert valahogy így egyrészt frissebb ez a hang. Annak finomabb a hangja, ez egy ilyen dramálisabb hang. Ez is gadóka, tehát egy rezgő húrral kevesebb. És nagyjából a hangszerkészítő azt vettek alapul, azt a hangszert, hogy fogja, kicsit szélesebb a teste. Egyébként ezeknek a népi vonós hangszereknek az a lényege, hogy nagyon ahhoz az emberhez kötődik, aki játszik rajta. Mert általában akitől én vettem, az egy zenész. Tehát nagyon sok hangszert a zenészek maguk csinálnak. Ezekre a népi hangszerek. És akkor beszélek erről. Nagyon jó. És ez igen, kívülszerűen hangosabban. Ja. És ez pedig egy Biztos láttatok ilyen picikek is dobozom, ilyen kalimba-szerű hangszer. Ezek afrikai, nem nevezem pengetősnek, a metalokon hangszer, vagy fém, vagy bambusznádak vannak kifeszítve egy rezgőtesten, és a hosszúsága alapján hangolják. Most ez egy professzionális hangszer, Amerikában egy hangszerkészítő találta ki, hogy teljesen kromatikus, tehát az egész minden hang rajta van, csak azért is speciális, hogy egy csoportban vannak, mint hogyha zongorát képzeld el, a zongorában csak fekete billentyűk vannak egy csoportban, aztán csak fehérek, egy csoportban aztán megint fekete, tehát egy ilyen egészen más, és ezek mind oktávat, tehát így szól. Ez a neve, hogy erej, bíra, az erej az végülis egy angol szó a rendezettség, elrendezéshez, a bíra pedig az afrikai neve. Valószínűleg, ha visszaforítod magyarra, az annyi, hogy játszani ezeken a kis hangoknak. Ennyi van. Óriási. És ez, aki még itt van, ő, ezt megpróbálhatom, vagy mi? Persze, hát az a lényeg, hogy ez a vibraton, tehát hogy ez egy cső, és hangolva, ez egy C hangol. Hogy a fúvós hangszereknél, ez meg így beszól. Ennyi. Csak ennyi van egyébként nála.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a rövid hangszer bemutatót így az összes néző nevében, és nagyon köszönjük ezt a csodálatos koncertet. Jó volt egy koncert. Remélem még egyszer. Én is remélem. Nagyon szépen köszönöm. Köszi Lázár!